A tavalyi évhez hasonlóan idén is több helyen várják a cipős dobozba csomagolt ajándékokat Hévízen. A Macchiato kávézó 2018-as akciója nagy sikerrel zárult, ezért idén újra megszervezik a gyűjtést, hogy néhány környékbeli rászoruló kisgyermek karácsonyát szebbé tegyék. A felajánlások a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény család és gyermekjóléti szolgálatának segítségével hévízi és cserszektomai hátrányos helyzetű gyerekeknek fognak ünnepi pillanatokat varázsolni. Az adományokat december 20-ig várják a kávézóba. Szerettünk volna ezzel azoknak a családoknak, legfőképp gyerekeknek is boldog ünnepeket szerezni, akiknek nem jut hozzá a szülő, hogy megajándékozza a gyerekeket. Ezáltal mi ide gyűjtöttük egy cipős dobozban ezeket a kis csomagokat, amiket ugye be kellett csomagolni, rá kellett írni, hogy kisfiú, kislány, és hogy hány évesek számára. Fogadtunk ruhákat, játékokat, édességeket, élelmiszereket is. A Hotel Carbona is jótékony célokra gyűjti a gondosan becsomagolt felajánlásokat, hiszen ők a Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz akciójához csatlakoztak, és a hotel aulájában várják a jótékony adományokat. A dobozokat december 19-én viszik el, előre nem tudjuk, hogy hová. A tavalyit tudom elmondani, tavaly, de minden évben jó helyre került. Tavaly egy Somogy megyei kis település óvodájába került, és kaptunk visszajelzést, és az óvónők küldtek egy nagyon kedves levelet fényképekkel, és ez tényleg ilyen szívet melengető dolog. A felajánlásokat mindkét helyre hasonló módon várják. A játékot, édességet, ruhaneműt cipős dobozokba kell tenni, amiket igényesen be kell csomagolni és rá kell írni, hogy mennyi idős és milyen nemű gyerek karácsonyfája alá szánják azt.